Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Együtt magazint látják. Mai adásunkban bemutatunk egy kutyanapközit, aztán megnézzük, hogyan nyitott újra a hatpöttyös étterem, végül pedig beszélgetünk arról, hogy a járványhelyzetben milyen mentális segítséget kaphatunk. Tartsanak velünk! Kilenc évvel ezelőtt két vállalkozó szellemű hölgy úgy döntött, hogy szakítva addigi irodai munkájukkal, végzett kutyatrénerként megnyitják Székesfehérvár első kutyapanzióját, egyben kutya napköziét, melyben angolszász szellemben foglalkoznak a kutyákkal. Hogy ez mit is jelent egészen pontosan, az kiderül a következő percekben. Itt vagyunk Székesfehérvár határában a Takarodó utcán, sok nagyon jó fejkutya van a háttérben, és hangosak és aktívak. Mit kell tudni rólatok? Miért pont kutyákkal foglalkoztok? Kik vagytok ti, és honnan az indítatás, hogy ezt csináljátok? Valamikor 2012 vége, Hoffmann Viki barátnőmmel elgondolkodtunk rajta, hogy mi lenne, hogy valami teljesen más csinálnánk, mint az irodai munka, amivel addig részünk volt. És akkor már mind a ketten végzett kutyatrénerek voltunk, és adott volt itt a Héros menhelyen ez az épület, ami mögöttem van, akkor üresen állt még, és ezt az egészet így összeraktuk, és akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy kutyanapközit, kutyapanziót, aminek a legnagyobb érdekessége talán az volt, hogy 2013-ban, amikor mi megnyitottunk, akkor a Dog Garden volt az első olyan kutyapanzió, kutyanapközi, ahol a kutyákat összeengedtük játszani. Ami egyébként csak úgy lehetséges, hogy a hozzánk járó kutyusok jól szocializáltak és hozzá vannak szokva ez a kutyatársasághoz. Azonban nem elég csak az, hogy kutyusunk jól szocializált, mondhatni kutyabarát legyen. Az sem mindegy, hogy kik foglalkoznak házi kedvenceinkkel. Elsősorban mindig azt szoktam mondani, hogy kutyázni születni kell. Van, aki úgy születik, hogy van hozzáérzéke, ők szinte gond nélkül elsőszorra megértetik magukat akár több kutyával is. Aki nem ilyen szerencsés és nem születik úgy, hogy beszéli a kutya nyelvet nagyon idézőjelbe, ott már nehéz megtanulni és nehéz belejönni abba, hogy egyszerre több kutyát szemmel tartson valaki, vagy több kutyával foglalkozzon. Említetted azt, hogy ti voltatok az elsők, akik itt helyben úgy foglalkoztatok a kutyákkal, úgy váltátok a kutyusokat, hogy összeengedtétek őket. Miért fontos ez a kutyáknak? Az volt az alaptézisünk annak idején, mikor elterveztük, hogy milyen helyet szeretnénk, hogy abszolút a családi kutyázást szeretnénk népszerűsíteni. Azt gondolom, hogy 8. éve vagyunk nyitva, hogy ez alatt az idő alatt is iszonyatosan sokat változott a világ, a kutyás társadalom. Az, hogy mi miért fogadunk magunkhoz kutyát, vagy miért vásárolunk kutyát, sokkal inkább tolódik el abba az irányba, hogy ezek a kutyák családtagok. Ugye már rég nem foglalkoztatjuk őket eredeti munka során, amire ők kilettek tenyésztve, hanem általában a nappalin a kanapén töltik velünk az idejüket. Illetve mindig is fontos volt nekünk az, hogy kutyával együtt nyaralni, kutyával együtt járni a várost, hogyha a dolgunkat intézzük. Ugyanakkor tudjuk, hogy nem mindenhova lehet magunkkal vinni a kutyánkat. Vannak olyan utazások, vannak olyan élethelyzetek, amikor ez nem működik. És akkor szerettünk volna egy olyan helyet, ahol ezek a szociális lények, akik hozzá vannak szokva a társasághoz, ők jól érzik magukat addig, amíg a gazdinak a társaságát kell nélkülözniük. Milyen szolgáltatással várjátok a gazdikat? Alapvetően két szolgáltatásunk van, az egyik a kutyanapközi. A kutyanapközit jellemzően azok veszik igénybe, akiknek van hosszabb munkanapjuk, vannak olyan napok, amikor nem tudnak elő időt szánni a saját kutyájukra, de főleg fiatalabb korban a kamaszodó kutyánknál szokták akár hetente többször is elhozni őket, hogy az energiáikat, azt a méretlen sok energiát le tudják vezetni. Illetve ami nagyon fontos a kutyanapközi mellékhatása úgymond, hogy a szocializációjuk ezeknek a kutyáknak szinte kifogástalan lesz, hiszen úgy nőnek föl, hogy különböző fajtájú, típusú, méretű, korú, más kutyákkal vannak együtt, és egyszerűen megtanulnak működni köztük. A másik a kutyapanzió. A kutyapanziót leginkább akkor szokták igénybe venni a gazdik, amit már említettem, hogy utaznak olyan helyre, ahol nem vihetik magukkal a kutyát. De vannak olyan családi események, például egy esküvő, a nagyon sokszor szokott esküvős kutyánk lenni, amikor nincs senki, aki tudna vigyázni a kutyára, mert mindenki az esküvőn van. Jellemzően ezek a kutyák először egy napköziben jönnek, mindig megnézzük, hogy ők alkalmasak-e arra, hogy ilyen közegbe fogadjuk őket, mert ezt nem minden kutya szereti.
Van olyan kutya, akinek egyszerűen fajtájából vagy habitusából adóan nem való egy ekkora közösség, és van olyan kutya, aki meg kifejezetten ezt élvezi. Hogyha egy ilyen kutya itt tölt nálunk egy hetet, vagy akár kettőt, mert a gazdi annyi ideig el van nyaralni, ők végig piszok jól érzik magukat, és gyakorlatilag nekik is olyan, mint egy nyaralás. Mi a kutyusok napi rendje? Nagyon szigorú napi rendünk van. A kutyák ezt tök jól ki tudják számítani, azért van erre szükségünk, mert sokkal könnyebben beszoknak, sokkal könnyebb nekik felvenni a ritmust velünk, hogyha mi kiszámíthatóak vagyunk. Mindig reggel érkeznek hozzánk a kutyusok, mert akkor tele vannak még energiával, frissek, engedjük őket a futin, és akkor indulhat a játék. A legtöbb kutyánk az nagyon játékos. Egy 3 óra játék után beszoktunk jönni reggeliztetni, és utána következik egy pihenőidő, hiszen szükségük van arra, hogy regenerálódni tudjanak, hogy pihenjenek. Hogyha egy kutya nem tud pihenni napközben, és talán délután még 2 órára kimegyünk velük, akkor olyanok lesznek, mint egy hisztis gyerek, akinek már aludnia kellene, de igazából pörög még jobban, mint addig egész nap bármikor. A kutyusoknak nem csak kint, bent is nagyon jó helyük van. Éjszakára is a pihenő idejükben, úgynevezett fakkokban, szobakenelekben vannak elszállásolva. A felügyelet állandó, a gondozók vigyázó jelenléte éjjel-nappal garantálja a megfelelő fegyelmet. Az, hogy bent ki milyen elhelyezést kap, az nagyon sok mindentől függ. Jellemzően 4-5 kutya van, mi úgy hívjuk, hogy fakkokban, egy ilyen elkerített részben, hogy azért mégse együtt legyen mindenki, mert abból megint csak nem lenne sok pihenés. De vannak olyan kutyák, akiket szobakenelbe szoktunk rakni. Én ezt nagyon áldásosnak találom, a szobakennel egyre inkább elterjedt a gazdik körében is, és már otthon is ezekben pihentetik a kutyákat. Fontos, hogy a közösségbe érkező kedvencünk ne legyen agresszív, emberrel és kutyával egyaránt jól szocializált legyen, de a félős kutyáknak sem kell távol maradniuk, hiszen hozzáértő segítséggel hamar a közösséghez fejlesztik őket. A szeparáció szokott még nagy kérdés lenni, sokan pont ezért hozzák a kutyáikat, mert nem lehet egyedül hagyni, vagy azért, mert még kicsi, vagy fajtájából, vagy neveltetéséből adódóan nem lehet őt egyedül hagyni. Ilyenkor fogadjuk a kutyát napközibe, de ezzel párhuzamosan tréningeket is szoktunk tartani, hiszen az a legjobb a kutyának, hogyha megoldódik a probléma. A korosztály tekintetében bármilyen korosztályú kutyát fogadunk, kifejezetten örülünk a kölyök kutyáknak, azoknak a kölyköknek, akiknek megvan az minden oltása, amire szükségük van, a kombinált és parvoltások, ha befejezzük a kölyök kutya oltási program, akkor már várjuk is őket tártkarokkal, mert az a tapasztalatunk, hogy minél fiatalabb egy kutya, és minél korábban kezd el hozzánk járni, napközibe vagy akár panziózni, annál nyugodtabban, annál stabilabban szeret hozzánk jönni, gyakorlatilag így beszokták húzni a gazdikat az épületbe. Ez ugyan egyértelműen mutatja, hogy szeretnek hozzánk jönni, és akkor kiegyensúlyozottabb a kutya is, boldogabb is az alatt az idő alatt, amíg itt van nálunk. Azok a gondoskodó gazdik, akik szeretnék kutyusukat biztonságban, jó helyen és közösségben tudni, mindig tájékozódjanak időben ennek lehetőségeiről. Mert ahogy a turista szállások, így az egyre növekvő népszerűségnek köszönhetően bizony a kutyapanziók befogadó képessége is véges. Sokan szeretik és emiatt nélkülözni voltak kénytelenek az utóbbi időszakban a hatpöttyös éttermet. A gasztrocsapat azonban újra tártkapukkal várja a vendégeket. Stábunk jelen volt az új étterem kialakításának utolsó mozzanatainál. Hát itt rögtön egy új csoda, a pincérajtó, ami segíteni fogja a kollégákat a jobb mozgásban. Amikor stábunk a helyszínen járt, nagy munkában voltak a hatpöttyös étteremben, immáron az új Prohászka úti helyszínen folyt serényen a munka. Tavaly augusztusban költözött átmeneti főzőkonyhájába a csapat, akik immáron megszépült külsőt és belsőt kapott helyszínen, és új szolgáltatásokkal nyitják meg hamarosan az étkezde kapuit. Tulajdonképpen véletlenül, aztán a város segítségével megnéztük, azt gondoltuk, hogy jó lesz nekünk, és megpályáztam tavaly augusztusban. Licitálni kellett rá, és végül is szeptemberben hivatalosan is a miénk lett. Egy nagyon nagy felújításon vagyunk túl, mert itt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon régen nem történt semmiféle felújítás. Mi most az alapoktól újra
újra csináltattunk mindent, ez vízgáz, gépészet, egyéb felújítás, új falakat húztunk. Tehát egy nagyon-nagyon nagy munkán van túl a hatpöttyös. A felújítással járó anyagi fedezetet is sikerült előteremteni, amit egy a város lakosságának összefogásával megvalósuló, meglepő és szívmelengető segítség is kiegészített. A város lakói összefogtak, melynek következtében a hatpöttyös távja egy szervezett adakozási kampányba csöppent, amit a Közép-Dunántúli Regionális Ügynökség és a Civil Centrum Alapítvány koordinált. Egy ilyen követes kampány kerítődött körénk, ami karácsonyig tartott, és itt bizony 3.600.000 forintot kaptunk ajándékba, ami fantasztikus módon segítette azt, hogy talpon tudtunk maradni. Enélkül nem sikerült volna. Most még egyszer köszönjük a követeknek, és minden adakozónak, aki arra gondolt, hogy jó helyre kerül az ő adománya, és hát mindenkit várunk most már szeretettel. Az előző hely is nagyon hangulatos volt itt, ez a környezet is csodálatos. Hogy állnak a felújítással, és mikor nyithat az étterem kapuja? Azért tartott sokáig, mert nagyon-nagyon rossz állapotban volt itt minden. Tehát itt egy rendkívül alapos felújítás zajlott. Sikerült a személyzetet megtartani így az átállás alatt, ugyanúgy indulnak újra? Nagy öröm és büszkeség is számomra, hogy az egész csapat egy kivétellel jött velünk az átmeneti Seregélyesi úti főzőkonyhába, vállalták a plusz bejárást, vállalták a nem túl jó körülményeket. Amígre elfogyott volna az erejük, addigra hál' Istennek be lehetett költözni, és most egy rendkívül aktív, jókedvű, nagyon-nagyon dolgozó kis csapat van itt körülöttem. Mindenki tényleg nagyon nagy örömmel dolgozik, és végzi azt, ami éppen rá van szabva. Új hely, új környezet. Terveznek-e valamilyen újítást esetleg a menüben, a kínálatban, a szolgáltatásban? Igen, egy kicsit szeretnénk még profibbak lenni. Abból a laikus vendéglátásból, ahol indultunk, azért mi 8 év alatt elég sokat fejlődtünk, de most még inkább szeretnénk tovább fejlődni. A fő profilunk az marad ez a nappali nyitvatartás, de meg fogjuk próbálni a vasárnap délt kifejezetten családi vendéglátást tervezünk. A másik akarjuk egy kicsit bővíteni az à la carte-os kínálatunkat is, meg igazából nagyon szeretnénk folytatni a rendezvényeket, a kitelepüléseket, szervezett vacsoraesteket szeretnénk csinálni, amiket elkezdtünk már a piactéren is, gondolok itt a Sév vendégségre, vagy néhány rendkívül jól sikerült borestünkre, hát ezeket szeretnénk folytatni. Az étterem immáron elkészült, így kedd és vasárnap között délelőtt 11 órától délután 4 óráig várja újra és új helyszínen vendégeit a hatpöttyös étterem. Nem könnyű mindig, minden helyzetben pozitívnak maradni. Szerencsére vannak kapaszkodók, melyek segíthetnek átlendülni egy-egy krízis helyzeten. Kovács Szilvi kolléganőnk Tornyai Gábor plébánossal, mentálhigiénés szakemberrel beszélgetett a témáról. Tornyai Gábor plébános, mentálhigiénés szakember a vendégünk itt a stúdióban, akivel arról beszélgetünk, hogy krízishelyzetben hogyan tudunk pozitívak maradni. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Én is köszöntelek. Egy pontosítást hagyd tegyek abban, ahogy fölvezettél, hogy krízishelyzetben pozitívnak maradni nem nagyon tudunk, mert a krízishelyzetnek pont az a lényege, hogy elveszítünk mindent, ami addig megszokott és biztonságot jelentett számunkra. Tehát a korábban begyakorolt szokásaink, stratégiáink, azok egyszerűen nem működnek, és ez az összezavarodott állapot jelenti alapvetően a krízist, amiből vagy jó irányba megyünk ki, és akkor ez egy ilyen pozitív megküzdés lesz, és lesz egy új rendszerünk, irányunk, amire tudunk haladni, vagy a rosszabbik változat az, amikor beleragadunk az elveszettségünkbe, vagy az elvesztettségünkbe, és akkor utána, ha találunk, vagy kapunk segítséget, akkor kicsit később ki tudunk ebből mászni, ha nem, akkor meg hát sajnos a sötétségben elég rendesen benne tudunk ragadni. Hát ugye ez a helyzet, ami most már a jelenlegi pandémiás helyzet
ez mindenkinek az életére befolyással van. Nagyon meg kellett tanulnunk alkalmazkodni. Ugye nagyon sokan szerintem nem voltunk rugalmasak. Van olyan embertípus, aki nem annyira rugalmas, van, aki nagyon könnyen veszi az ilyen akadályokat. Mégis mindenkinek bele kellett tanulnia ebbe a helyzetbe, és ez csak a saját véleményem, hogy aki mondjuk könnyebben veszi az akadályokat, talán nem annyira küzd. Vagy nem tudom, hogy igazam van-e. Aha. Nekem az volt az érdekes, így figyelgetni körülöttem a világot, és ez ugye leginkább az én nézőpontomról szól most, hogy hogyan zajlódott le ez a történet itt körülöttünk. Amikor tavasszal beindult az első hullám, akkor egy ilyen nagy félelem volt mindenki, mert nem tudtuk, hogy mi ez. De aztán látszódott az, hogy nem, talán nincs olyan nagy baj, vagy mi majd így megúszunk, mi magyarok majd megmutatjuk a világnak, és aztán jött a nyitás, és mintha mindent úgy elfelejtettünk volna, ez a nagy felszabadult hurrá, és aztán jött az őszi második, aztán egyre súlyosbodó harmadik, ugye most már a harmadik hullám vége felé tartunk reményeink szerint, de egyre inkább az érződött, hogy az egyik, hogy belefeszültek az emberek, már a kezdeti ilyen bizonytalanság, hogy tulajdonképpen mit lehet ezzel csinálni, és nem tudom, mi történik velem, sokkal inkább kezdett átalakulni abba, hogy most már nekem ebből nagyon elegem van. De sokaktól hallom ezt a távolságtartás nehézségét, a mozgásnak a nehézségét. Tehát volt olyan beszélgető partnerem, aki pont azt mondta, hogy attól feszül be, hogy például mondjuk 8 óra után nem mozoghatott. Pedig egyébként teljesen szabad volt az élete, bármit csinálhatott, de hogy maga az a tudat, hogy nem mozoghatott olyan szabadon, és nem ő dönthette el, hogy mi történik vele, ez folyamatosan rányomta a bélyegét. De a maszk használat is azért ott van, ami sokakat nyomaszt, igen. De ez csak egy kicsi szeletke, mert igen, ugye igen. Nagyon sokan meg elvesztették a munkájukat, igen. Vagy éppen voltak olyan időszakok, amikor ugye nem tudtak dolgozni, igen. És minden a szabályozásoktól függött, igen. Tehát hogy nagyon sokféle gonddal kellett megküzdeniük az embereknek. Ugye az, mikor elkezdtünk beszélgetni, mondtam, hogy mentálhigiénés szakember és plébános vagy, megkeresnek világi problémákkal is, illetve vallási, hát vallásos kérdésekkel is. Hogyha mondjuk nem mindenki hisz Istenben, valaki hisz az univerzumban, pozitív gondolkodásban, stb. Mi az, amiben kapaszkodót tudunk találni? Vallásosként vagy nem vallásosként? Én azt mondom, inkább azt mondanám, amit azt gondolom, hogy közös lehet. A nézőpont az már egy másik dolog. Én azt gondolom, hogy azt a pici pozitívumot a napomban észrevenni, ami benne van. És azt, hogy én hívő emberként úgy tekintek rá, hogy ez az Isten ajándéka abban a napomban. Ha nem hívőként nézem, hogy csak egyszerűen valami jó történt velem, vagy éppen az univerzum erői úgy alakultak, hogy ez a jó az én életem részévé vált, azt gondolom, hogy ilyen értelemben talán mindegy. De azt gondolom, hogy ha elfeledkezünk arról, hogy az élet és az öröm forrásainkat föltöltsük nap mint nap, akkor eljutunk oda, hogy kiüresedünk. És eljutunk oda, hogy egyrészt nekem sem lesz energiám a kapcsolataimra, mert gyakorlatilag a túlélésért küzdök, és minden energiám arról szól, hogy ne ezt a napot éljem túl. Másrészt a másik emberre se fogok tudni odafigyelni, és a harmadik, hogy nem tudom észrevenni azt, ami igazából körülöttem van. És nyilván ez a krízishelyzet, amiről elkezdtünk az elején beszélgetni, ez pont ezt tudja megnehezíteni. És hogy egy picit a másik sapkámat fölvegyem, hogy a katolikus pap sapkámat, én arról beszélek most minden több fórumon, hogy nekünk keresztény embereknek van egy alapstratégiánk, amit nem szabad, hogy elfelejtsünk, az a reménységünk. Mert hogy van még viszonylag közel vagyunk húsvéthoz, és a húsvétnak van egy nagyon szép szertartásrendje. Ja, úgy kezdődik, hogy nagy csütörtökön elkezdődik a szertartás, és nem fejeződik be. Nagy pénteken nincs eleje, nincs vége a szertartásnak, nagy szombaton semmi nincsen, és amikor elkezdik a feltámadást ünnepelni, úgy kezdődik, hogy nincs semmi kezdete, de úgy fejeződik be, mint ahogy máskor szokott egy keresztvetéssel. Tehát járunk egy ilyen utat. És amikor egy picit ezen elgondolkodtam, akkor jöttem rá, hogy ez gyakorlatilag a krízisnek az útja. Megszokott dolgok, összezavarodok, belehalok, és utána egyszer csak majd kikapaszkodok, úgy, hogy az életem hasonló lesz ahhoz, ami előtte volt, de már azzal a tapasztalattal, amit átéltem.
És én azt gondolom, hogy talán ennek az időszaknak lehet egy olyan megerősítése, vagy azt hiszem, hogy talán azt érdemes nem elfelejtenünk, hogy kicsit ilyen magyar tanul fogalmazza, hogy van egy reményünk arra, hogy majd lesz egy valami folytatás ennek. Nem ugyanaz, ami előtte volt. Tehát már nem lesz ugyanaz a világ, ami előtte volt, ami 2020 előtt volt. Hanem ezzel az újfajta tapasztalással, akár azokban a dolgokban, amiket saját magammal megtapasztalok, hogy mit keresztek egy olyan helyzettel, amivel nagyon nem tudok mit kezdeni, nem olyan, mint az én életemben. De sokat beszélgettünk veled is a betegséget kapcsán, hogy sokan megkeresnek téged. De azt gondolom, hogy ez pont ugyanilyen helyzet, hogy itt most a világ van kinyílva egy nagy krízisre, de egy súlyos betegséggel való találkozás pont ugyanilyen, hogy volt előtte egy normál életem, belekerültem a krízisbe, és összezavarodott minden, és kapaszkodót keresek, és akkor, amikor ebből ki tudtam jönni, akkor bár úgy tűnik, hogy ugyanolyan az életem, mint előtte volt, de hogy már valami egészen új dologgal telítődött, és egy újfajta tapasztalásom van az életemről. Igen, egyébként, hogy akik ebbe a helyzetbe belekerültek, akár betegséget elkapták, vagy mondjuk legyen szó az oltásról, erről is beszéljünk majd egy kicsit. Akik ebben benne vannak, vagy benne voltak, azok próbálnak kapaszkodókat keresni, és olyan emberekkel megbeszélni a tapasztalatokat, akik ugye már nyilván átestek rajta, mert hát nyilván nincs erről még tapasztalatunk. És hát tényleg az tud erőt adni mindenkinek, hogyha azt látja, hogy na, ő túlélte, vagy átesett, ő beoltatta, átérte. Igen, vagy átesett, vagy olyan ember, aki számára valamiféle biztonságot sugároz. Tehát, hogy egy olyan valaki, akit ő föl tud hívni, akit tud. Tehát sok-sok mindenkiről tudok így a látókörömben, akik ilyen biztonságos pontokat jelentenek, akik vagy nagyon szép, ahogy önkéntesek most is csinálják, hogy például látogatnak meg időseket, és mesélik azt, hogy csak a kerítésnél, csak a kapuban állnak meg beszélgetni, de hogy ezeknek az embereknek mekkora nagy szükségük van arra, hogy végre valakivel beszéljenek. És azt hiszem, hogy ez is egy nagyon szép hozadéka lehet mondjuk ennek a helyzetnek, hogy emberek felfedezik magukba azt, hogy ők tudnak biztonságos pontok lenni mások számára. És itt tudnak erőt adni mondjuk azoknak, akik éppen kapaszkodót keresnek. Egy picit beszéljünk az oltás fontosságáról is, hiszen sokan vannak, akik hívők, nem hívők, de megoszlik ugye a vélemény arról, hogy felvegyék, ne vegyék. Igen, azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon megosztó kérdés, és igazából ezt is keresem, hogy tulajdonképpen mi ennek a nehézsége, de azt látom, hogy nincsenek biztos pontjaink. Ez megint ugyanez a krízis helyzet. Tehát, hogy sokféle válasz van egymás mellett, és mindenki keresi a maga számára a biztonságos üzenetet, és ezért vannak a vírustagadók, akik rengeteg e-mailt kapok ilyesmiket, hogy YouTube-on ilyen-olyan előadások vannak, hogy ez miért van, meg milyen összeesküvés, meg hogy van. Vannak, akik a másik oldalon vannak, és azt mondják, hogy olsuk magunkat, és azt gondolom, hogy talán ez egy fontos védekezési eszköz. Én is inkább ezt az oldalt képviselem, hogy legyünk beoltva, még akkor is, hogyha jelen pillanatban nem látjuk azt, hogy adott esetben ezeknek a vakcináknak milyen hatása lesz, de nagyon sok orvos barátom, ismerősöm van, aki azt mondja, hogy ez még a kisebbik rossz, hogy esetleg valami nehézségünk, belázasodunk, mint én ugye járok be a kórházba, a Covid osztályokra, látom azt, hogy az ápolók, nővérek mennyire küszködnek, és milyen fáradtak mondjuk a beteg ápolásban, vagy hogy hogyan küzdenek emberek az életükért. És azt mondtam, hogy ha mondjuk beoltanak és belázasodok, inkább legyen ez, mint hogy be kelljen feküdnöm mondjuk egy ilyen gépbe, és adott esetben próbáljanak valamit tenni az életemért. Tehát, hogy a nehézség az, hogy nagyon sok minden fut egymás mellett, és mindenki a saját vérmérsékletének, világnézetének, a neki biztonságot jelentő gondolkodásnak megfelelő válaszba fog odafigyelni. A kérdés csupán az, hogy hajlandók vagyunk-e, még ha ellenkezik is a véleményünk, úgy odafigyelni egymásra, hogy ebből ne egy újabb ellenségeskedés meg pártoskodás legyen, hanem valami élhető világ, mert ha ebből szakadás lesz, akkor azt hiszem, hogy talán az a legrosszabb dolog, ami történhet velünk. Én reménykedek abban, hogy valami megnyugvás, vagy valami szép dolog születik meg itt a végén mindenből. Akkor azt hiszem, hogy megegyezhetünk abban, hogy egy fontos üzenet az, hogy találjunk kapaszkodót. Igen. Mindenképpen. Találjuk meg mindenben a jót, a legapróbb jót. Igen. Hát az is segíthet.
és hát nyilván az oltásról meg ne feledkezzünk meg, hogy beadassuk. És figyeljünk oda egymásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ennyi volt mára az Együtt magazin. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Legyenek velünk a következő héten is. A viszontlátásra!